A Mi Hazánk mozgalom nem felejts. Tovább küzdünk a trianoni igazságtalansággal szemben, követeljük a székelyföldi autonómiát. Románia népességének 6,5%-a továbbra is magyar. A történelmi székelyföld területe Románia 5,5%-át teszi ki, és itt továbbra is több mint 70% a magyarok aránya. Pár nemzetközi példán keresztül szeretném érzékeltetni, miért igazságtalan, hogy nem akarják megadni továbbra sem az autonómiát Székelyföldnek. A finnországi Aland-szigetek népessége az ország lakosságának 0,5%-át teszi ki, és autonóm tartományt képeznek, külön tartományi törvényhozó parlamenttel. A romániai magyarság 6,5%-a az összlakosságnak. Megérdemelnénk az autonómiát. Korzika a 18 francia régió egyike, autonóm terület, saját végrehajtó szervvel és saját 63 tagból álló közgyűléssel. A terület népességének 56%-a korzikai és autonóm tartományt képez. A székelyföldi népesség több mint 70%-a magyar. Megérdemelnénk az autonómiát. A spanyolországi Galícia az ország területének 6%-át teszi ki autonóm területként, Székelyföld pusztán Románia 5,5%-át teszi ki. Megérdemelnénk az autonómiát. Spanyolországban 4 nagy autonóm területről is beszélhetünk, Olaszországnak 5 különleges állású autonóm területe van. Székelyföld is megérdemelni az autonóm területet. A Mi Hazánk mozgalom mindent meg fog tenni ezért.